Ja, durch die vielen Möglichkeiten. Tehát az anyagok korszerűsítése miatt már nem lehet összehasonlítani a 100 évvel, 200-300 évvel ezelőtti patkolást, a kovácsolást a maiakkal, mert annyival változott, annyival modernebb anyagokat tudnak dolgozni ma már a kovácsok. Tehát az a lényege, hogy a lovaknak, hogyha egy lába rossz, akkor már használhatatlan, és ez azért, hogy a ló egészségesen tudjon versenyezni, egészséges legyen ehhez szükséges. Also ich kann das jetzt nur von Deutschland sagen, das sind es sehr viele, es werden immer mehr. Németországról tudja elmondani, ő Németországból érkezett, hogy nagyon kedvelt, egyre kedveltebb szakma, de ez sajnos a minőség rovására megy. Tehát nagyon fontos, hogy már nem annyira fontos az erő, ma már inkább sportlovakra csinálnak patkot, nem munkával való lovakra, azért az erő már nem annyira fontos, hanem az, hogy a nagyon állatbarátok legyenek, precízek legyenek, mert nagyon sok múlik egy jó patkot. Die Pferde sind von den Hufschmieden abhängig, ob sie gut gehen können oder nicht. Ein Wettbewerb hat verschiedene Prüfungsaufgaben. Tehát a zsűrik állították, a két bíró állította össze a feladatokat, különböző versenyszámok vannak, most éppen a sasszem elnevezési versenyszám zajlik, mi abból áll, hogy a versenyzők 10 másodpercig nézhetnek egy kipreparált lólábat, és 2 méterről, és arra kell emlékezetből 20 perc alatt elkészíteniük egy patkot. Tegnapi nap folyamán volt patkolás, amikor is 2 patkot kellett elkészíteniük a versenyzők, és a lóra felpatkolni, bal első jobb hátsó lábra, vagy jobb első bal hátsó lábra, illetve 3, hogy még feladat volt, hogy 3 különleges patkot kellett elkészíteni a versenyzőknek. Also sind bei jedem Wettkampf ist es je nach Richtergremium aus wird es ausgelost. Tehát nagyon különbözőek az itt jelenlévőknek a teljesítménye. Fontosnak tartja a versenyeken való részvételt, többek között gyorsabban dolgoznak az emberek, precízebben, illetve elismerésként számít, hogyha megnyerik egy versenyt, és a többi patkolókovács számára ez kihívás, hogy őt legyőzzék, vagy elérjék a szintjét.